politika mesébe csomagolva. A szerző Tamási Áron jól ismerte a cenzorok észjárását, ezért mondani valóját 1952-ben mesébe ágyazva írta meg. Ördögölő Józsiás című művét az Operett Színházban most, 61 évvel később ismét elővették. Modernizálták és megzenésítették. A darab egyik főszereplője Jázmina, a tündér királylány. Tündérországban játszódik a történet, és tulajdonképpen a jó és a rossz harcáról szól maga az egész mese, ahol Józsiás, mint uralkodó, aki egy lovagi tornán elnyeri Jázmina szívét és kezét, hát meg kell birkozzon azzal a nehéz feladattal is, hogy a pokol hercege Baxén a hatalomra tör. De ez csak az alaptörténet. A darab ennél jóval többről szól. Somogyi Szilárd rendező a legfőbb céljának azt tartja, hogy klasszikus daraboknak új értelmezést adjon. Tamási Áron Ördögölő Józsiásra egy mesejáték. Egy mesejáték, egy olyan mesejáték, ami rólunk szól. Rólunk szól Erdélyről szól, Magyarországról szól. És azt gondolom, hogy ez az a darab, ami hidat képezhet Erdély és Magyarország között, és szerintem ez sikerült ebbe a mesejátékba elrejteni. Összekötődik a két kultúra, a hagyomány és a jelen és a múlt jövő úgy találkozik ebben a darabban, mind zenében, mind a dalszövegek és a Tamási szövegek olyan módon találkoznak, ami egy furcsa, nagyon-nagyon izgalmas játékra ad lehetőséget, és olyan gondolati kalandokra, amikre azt gondolom, hogy ma nagyon nagy szükségünk van. Például ilyen lehet, ha arra gondolunk, hogy összetartozunk, hogy fontos egymásért vállalnunk a felelősséget, hogy az otthonunkat szeretni kell. És az, hogy ez az együvé tartozás, ez a lelkeknek a találkozása valahol. Én se látom galambomat, más világon jár. Az a legjobb, hogy igaz, hogy tündéreket játszunk, de emberi érzésekkel, emberi gondolatokkal, és én, mint Jázmina, ugyanolyan nehézségekkel megyek keresztül, mint egy közönséges halandó, elvesztem a szerelmemet, megaláznak, küzdök a jóért, az összefogásról szól ez a darab, arról, hogy igenis, hogyha együtt vagyunk és bízunk a jóban, akkor legyőzzük együtt a gonoszt. Jázmina tehát jó tündér módjára küzd, és közben énekel. Dalai új stílust hoznak, rockoperettet. A műfaj kitalálója és névadója Tolcsvai László, aki 1967-ben a Tolcsvai Trió alakulásakor nem gondolt arra, hogy folkzenészből egyszer operett szerző lesz. Ez játék a szavakkal, ez az operett. Én azt is írhattam volna erre, hogy ez egy daljáték. Sőt, a partitúrára, amikor először elkészültem a zongora kivonattal, akarom mondani, akkor azt írtam rá, hogy tündér musical. Mert hogy tulajdonképpen ez. És amikor aztán itt elkezdődtek a próbák, meg elkezdték korrepetálni a zenei anyagot, akkor mindenki azt mondta, hogy jaj, de jó, ez olyan dallamos, mint régen, a darab szerkezete olyan lett, mint egy operett. És akkor, de hogy rockzene is? Hát mondom, akkor legyen a rockoperett. A rockoperett az ünnepelt operett sztárnak, Dancs Anna Máriának is kihívást jelent, hiszen az Ördögölő Józsiásban új arcát mutatja meg a közönségnek. Mindenképp új lesz az arcom is, és remélem, hogy játékom is, ami az imidzset illeti, hát szőke parókában és csili-vili kosztümökben és csodás jelmezekben és csodás képi világban fogunk tündökölni. A tartalom szempontjából igaz, hogy tündér lányt játszok, viszont drámai vonalt, és nem azt a szubrett szerepet, amelyet a Csárdás királynőben, vagy a Marica grófnőben, vagy a Viktóriában hozok. Úgyhogy ebből a szempontból is egy kicsit nekem most ez kihívás, hogy tündérlány legyek, de azért mégis emberi érzésekkel, még gondolatokkal, és átélve azokat a megrázkódtatásokat, amelyeken hát Jázmina is keresztül megy. Az interneten már értesítette rajongó táborát, hogy március 30-án láthatják az Operett Színházban? Hát az internetnek köszönhetően azt hiszem már nagyon sokan tudnak arról, hogy Tamás Áron művéből egy rockoperett születik itt a Budapesti Operett Színházban, és már kaptunk visszajelzéseket Székelyföldről is, hogy várják a darabot, sőt nekem az egyik álmom az, hogy majd Székelyföldön megturnéztatni, vagy Erdélyben megturnéztatni ezt a darabot, hiszen én, mint erdélyi lány, én valahogy egy kicsit úgy mélyebben beleérzek ezekbe a gondolatokba, ezekbe az érzésekbe, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha otthon is látnák mindazok, akik nem tudnak felutazni Budapestre. Somogyi
Szilárd rendező olyannyira hisz a sikerben, hogy már elkészítette a darab utaztatható változatát is, amit elvisznek a szerző Tamási Áron szülőföldjére. Erdélybe, Csíksomjóra, búcsúra, körbejárni vele az egész Hargitát, a gyergyói havasokat, és mindenhova elvinni, ahova csak lehet. És mivel tényleg lesz egy turné változata is, tehát hogy egy egyszerűbb technikai megoldású, lebonyolítási lehetőséget nyújtó változat, ezért azt gondolom, hogy még a legkisebb faluba is el szeretném, hogy menjünk vele. Mert hogy nekünk muszáj elmenni, a színháznak házhoz kell mennie. Rock operett premierje március 30-án a Budapesti Operett Színházban lesz.